Na, hát sziasztok! Egy kis újdonság, és hát decemberre is kell kihívás. Úgyhogy, hát itt van egy XDJ-RR típusú kis készülék, nem fogom bekapcsolni, mert hát neki egy kicsit bajos története van. Mielőtt belekezdenék, nézzünk ide. Ez itt miért csilloghat? És ez itt miért nem teszi? Illetve a potiba, ha bele tudnék látni, hát ez így akad kicsit, ez még úgy megy valahogy, úgyhogy ez ilyen crossfader is. Hát ez italt kapott, úgyhogy hát megnézzük, hogy mit tudunk elkövetni belőle. Az biztos, hogy a közepét és a jobb oldalát azt teljesen szét kell szedni, mert megpróbáltam fújni ugye, és már látszik, hogy köpi ki a nedvességet, meg a ragacsot minden egyes gomb alól. Itt nincs más mese, tehát ezt szét kell szedni, és mondta neki, hogy semmiképpen nem tud bekapcsolni azonnal, hát meglátjuk. De néz ki, hogy túlélte ez a része, oké, csak ugye szeretnénk megelőzni azt, hogy ennek nagyobb kára legyen később. Megelőzni igazából ezt, illetve a két tolópotmétert, azt elvesztettük, tehát hang nem jön ki a készülékbe jelenleg, mert a tolópotik azok nem üzemelnek. Bízunk benne, hogy ki tudom majd belőle hozni a legtöbbet. Amúgy egy elég jó állapotú készülék, nagyjából egy másfél éves lehet, úgyhogy még a slotok is egész jók. Nem egész-egész most kis állapot, de hát nem volt szomjas. Nem volt szomjas, de kapott. Úgyhogy majd kiderül, hogy mi lesz ebből. Na hát, egy pár óra és egy majdnem fejflakon nyáktisztító után azért egész jól nézünk ki. És már csak annyi feladatom van, hogy két darab potméter ki kell cserélni. De ez a nyák is rendbe lett. Akkor a felső panelen az összes alkatrészt kiszedtem. El van mosva, tisztítva, de le vannak téve. Megszáradnak, aztán majd jön vissza. Hát van vele nyűg. Egyrészt azért szétszedni is, de alapvetően egész értelmes felépítésű, tehát azért egy pályótól elvárt minőséget tudunk hozni. Itt szépen letesszük. Figyelj, le van az összes tekerőpotméter is szépen fogadva, van egy egész szép alumínium frame hozzá. Mikrokapcsolók szerintem túlélik, hát ez a két toló, ez katasztrófa. Ezt bízunk benne, hogy rendben lesz. Hát, ja, ne itassátok meg a készülékeket, mert jellemzően nem szomjasak. Az idő telik, úgyhogy most már belecsapunk az éjszakába, de valami lesz belőle. Gyerekek, ennyi, nem akarok szépet mondani, de ennyi csavart. Te jó Isten. Úgyhogy végellenőrzés, tényleg minden egyes ajzat, minden egyes csatlakozó ott van, ahol minden csavar megvan, annyi maradt, amennyinek kell. Ez elég fontos, hogy ugye amennyi csavarra jött, én azzal szoktam visszaküldeni, tehát nincs kérdés. Hát ránk jött az éjszaka közben, úgyhogy ránk jött közben az éjszaka. Na, majd a végére még csinálok egy videót. Na hát gyerekek, az igazság pillanata. Csak sikerült ezt mentesíteni a mocsoktól. Betölt szépen. Hát összeraktam. Úgyhogy így mi ezután az egész folyamat után még inkább azt tudom kijelenteni, hogy semmiképpen ne itassatok meg standalone alkalmazású lejátszókat, főlég gyerekeket, mert beszélni nem tudok. Úgyhogy, de sikerült. Úgyhogy. Ajaj. Két új poti. Szépen jár. El van mosva, el van tisztítva minden. Megszáradt. Levegővel kifújva az összes jól kattan. Ez a pot is. Hát ezt megmentettem. Úgyhogy jog újra kenve. Szépen forog. Igazából ennyi. Úgyhogy. Egyes, kettes. De amúgy összességében annyit szerettem volna még elmondani erről a kis termékről, hogy
Figyelj, egy kis klubba, vagy egy hétvégi zenéléshez, vagy akármilyen hordozható felhasználásba szerintem egy tényleg jól működő dolog. Most ez az effekt rész, hogy ilyen váltogatós, és akkor nem írja ki, hogy hanyas ütembe vagy, hát ez szokás kérdése. De alapvetően itt van hozzá a filtered, minden, tehát hogy nagyjából kézre áll, megvan mindened, mikrofont azt le tudja kezelni, hát ugye van egy darab master kimenetünk XLR-en meg RCA-n, gépre rá tudod dugni, tehát igazából mondom, kategóriájában szerintem tök oké. Okay. Aztán mindenki eldönti, hogy kinek milyen felhasználásra való ez. De gyerekek, ami elromlik, vagy ami egyszer össze lehet rakva, szét is lehet szedni, csak hát nem mindegy, hogy mennyi befektetett energiát igényel, úgyhogy azért örülök neki, hogy sikerült. Minden jót nektek, sziasztok! When it's sunny.